Utoljára akar, mert ön volt korábban. Utoljára, jó, akkor parancsoljon. Nem jöttek ez a játékrendből, mert egyszerűen nincs pénzük, 5000 forint, mert el vannak már rosszokban így és úgy is, vagy dolgozzak és ne kapja a szabadságot, nem ezt akartam mondani. Sok okos ember összejött itt, úgy látom, mindenről beszéltünk. Egy szóval nem határoztuk még eddig, hogy ki az ellenség. Ki ellen verjük falva a fejünket? Kit akarunk lenyelni? Válaszoljon nekem egy szóval valaki. A bank. Mindegy. De az állam mögött a bank van jelen. Ez a bankgyarmat. Az állam az, aki megengedte, hogy a bank bejön. Ezt a honfitársaink csaptak be. Mi hiába támadunk egy személy. Peresztel megyünk ide-oda és figyük a bírókat. Ha az államunk megengedte neki, hogy a bankok bejöhetnek csalni, akkor a bank röhög rajtunk. A végrehajtó az egy végrehajtó személy, aki a 20. a csalásba. Szidjuk a legutolsót, és a bankok röhögnek rajtunk, hogy a végrehajtót szidjuk, nem őket. Le tudja állítani a kormány a bankokat. Látta-e a Jobbik azt, hogy Orbánék mit írtak alá, meg előtte való kormányok? Hogy mi az, amire hivatkoznak a bankok, hol az a törvény, hol az az aláírás? Lehet, hogy Orbán sok mindent megígér, megcsinál, de saját keze aláírását nem tudja leszarni a kezét, mert ő is aláírta, hogy megengedik a valuta ár lobogtatását, vagy lebegtetését. Felszabadították közösen a magyar kormány, meg az előző kormány. A Jobbik hozzájut-e az a dokumentumokhoz, valahogy vagy Cseller furfanggal, vagy akárhogy is, hogy miket írkáltak alá önök előtt még, mielőtt bekerültek a parlamentbe ezek az emberek. Vagy azóta, miket írkáltak alá, miért nem bír a kormány boldogulni a bankokkal? Mert az Európa Unióval, Nyugattal, meg Amerikával vagyunk szemben. De onnan jöttek be a bankok, ott nyomják a dollárt, ott verik a pénzt. Például Kennedy miért kellett leállítaniuk? Saját bankán szerint. Öt amerikai bankot akart felállítani, hogy ne verjék a pénzt, olaszatlanul. Így van, új pénzt akart kiveretni. Így van, adott is. Ez az egyetlen ok volt, többi az csak mellékes. Na, most belepusztulunk, mi is belepusztulunk. Nem vagyunk akkorák, mint a Kennedyek. Minket úgy félelőknek, ha csak itten 50-en próbálunk meg valamit csinálni. Ha a kormánynak nem hozzuk a tudomására, hogy akarjuk tudni, hogy miket írkáltak alá, és ki engedte be ezeket, és miért engedik meg továbbra is, hiába döngetjük a falat, beleverjük a felünket a betonfalba, meg is ölhetünk egy-két végrehajtót, én is leszúrhatok egyet, börtönbe ülök 5 évet, mit érek el vele? Hiszen a bűnös nem tudják le elkapni, nem ő bűnhődik, nem őt szúrtam le. A bank nyugaton lévő, még le sem tudom szúrni a bűnöst, mert nincs is Magyarországon. Ezek mindkint vannak nyugaton, itt csak behelyeztek egy fióküzemet, itt behelyeztek megfelelő embereket maguknak, hogy hajtsátok ezt végre. És küldjétek ki a hasznot. Hát nekünk a kormányt kell megtámadni, meg az Európa Uniót, mert a törvények onnan jönnek. A törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, a bíróság törvényre hivatkozik, nem? Hát ő azt mondja, hogy ezt mondja a törvény, megengedték, csináljuk. El tudjuk érni, hogy törvényeket változtassanak. A törvény változtatás nélkül semmire nem megyünk. Kiabálhatunk az utcán, csinálhatjuk a cirkuszt. De ha a törvény nem változik meg, a rendőr is, meg a bíró is, meg mindenki, meg a jogászok is arra mutogatnak, hogy ott a törvény, ott a törvény. Jó törvényeink vannak, hát, csak nem alkalmazni. De minden törvényben sajnos a magyar törvény arra finál, hogy 6 kiskapu van. Időnként van. És mindig oda nyúlnak, éppen amelyik nekik kedvező, vagy nekünk ártalmas. 50-en másképp lépünk fel, mint 500. Na most, hogyha azt akarjuk, hogy elérjünk valamit, határozzuk már meg, hogy ez az ellenségünk, ezt kell legyőzni, ez ellen fogunk össze, ez pedig a kormány és a törvény. Ha ezt a kettőt nem változtatjuk meg, és nem vonjuk felelősségre, hiába csinálunk kis cirkuszt vagy nagy cirkuszt, egyszer kifáradunk, mint a táncosunk mondta, ugye, hogy majd kifáradnak, és hazamennek az emberek. Hát kifáradunk, megosztanak bennünket. Mert a kúria előtt meg voltunk osztva. Már ott is két felé ment. Szerintem minél többször jelöljük ki magunknak az összejövetelt, annál kevesebben leszünk a végén, mert belefáradunk. A tőlünk meg még képzetlenebbek, meg a még szegényebbek, még hamarabb belefáradnak. Nem tudunk mit csinálni.
valahogy kutassák ki, hogy miket írtáltak alá az Orbánék is, meg a Gyurcsányék is, meg a többiek is, és nyilvánosságra kell hozni. Hogy ezért nem akar a kormány segíteni, ígér fűt fát, de nem tud, mert ezeket írták alá, és megengedték. Köszönöm szépen!